Sziasztok, könyvrajongók! Csaba vagyok, ez itt a Könyvelem, és a mai videóban a novemberi olvasmányaimról beszélek. Mindig nagy izgalommal készülök a havi összegzőimre, hiszen ezekben a videókban beszélek részletesebben az aktuális olvasmány élményeimről, és most a novemberem egy kifejezetten jó hónap volt, hiszen 11 könyvet olvastam el, és összesen 2828 oldalt. Zsánerek tekintetében olvastam egy kis regényt, két mesekönyvet, egy thrillert, egy magyar és külföldi szerzős kortárs regényt, két pocket zsebkönyvet, egy novellás kötetet, egy ifjúsági regényt és egy romantikus regényt. Nézzük is sorban, hogy mik voltak ezek. A hónapom első olvasmányát Evelyn egy hónap egy kiadó kihívásához választottam, hiszen befejezte Evelyn ezt a kihívást, és a záró hónaphoz egy bingó táblát készített, amelyen a 9 pontból 3 pontot kellett kilőni, és én teljesítettem is azzal a 3 könyvvel, amit a TBR videóban láthattatok. És akkor az első könyv, amit kiolvastam, az Mens Vedensjőtől a Szülészet című kisregény volt, amely idén jelent meg az ő kiadó gondozásában, és nincs egész 100 oldal ez a történet, amely egy stockholmi szülészetre kalauzolja el az olvasót. Egy konyhás fiú vagy kisegítő fiú szemszögén keresztül ismerhetjük meg a szülészetnek a mindennapjait, és leginkább a működési rendszerét, a szabályrendszerét, azt, hogy mi zajlik, hogyan készülnek igazából az ételek, milyen plusz feladatok hárulnak erre a fiatalemberre, aki egyébként tényleg tűpontosan megfigyeli a szabályokat, és be is tartja azokat, tehát nagyon fontos neki az, hogy ő elvégezze azt a munkát, amit rábíztak. Természetesen a szülések sem maradnak ki ebből a kötetből, de nem ezen van a hangsúly, hanem tényleg inkább a munkahelyen azt mutatja be, hogy hogyan működik egy ilyen osztály egy kórházban. Azt gondolom, hogy vannak benne olyan momentumok, amelyek kifejezetten Svédországra specifikusak, de azt gondolom, hogy nagyon sok ponton hasonló egyébként a magyar egészségügyi rendszerhez, illetve az osztályhoz, ahol a kisgyermekek világra jönnek. Persze vannak benne drámai részek is, például a halva születésről is szó esik ebben a kötetben, de nekem nagyon-nagyon tetszett a hangulata, és igazából nem is borzasztott el ez a rész ebben a kötetben, hiszen ez is annyira érzékenyen is olyan szépen van egyébként megírva, hogy én bárkinek tudom ajánlani, akár szülés előtt álló kismamáknak is, akiknek például Svédországban ez egy nagyon jó fogódzó kis könyv volt, úgyhogy ajánlom szeretettel, én nagyon élveztem, és alig várom, hogy az ő kiadótól olvashassak még valamit. A kötetre 5 csillagot adtam molyon. A hónapom második olvasmánya egy nagyon izgalmas kötet volt, mégpedig a Libri saját szoba könyvek sorozatának 3. megjelent kötete, Tasi Zsuzsánnától az Égig nyújtózik földig hajol című regény. Ez a könyv olyannyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy a Mojon készítettem hozzá egy külön kihívást, mert szerettem volna, ha sokan elolvassák, csillagozzák és szövegesen is értékelik ezt, és egy picit mielőtt én elolvasnám, lenne rálátásom erre a kötetre, hiszen egy olyan nőnek az életébe látunk betekintést, aki a Krisna tudatú közösséghez csatlakozik, majd kitaszítják onnan. Sajnos ez a téma elég megosztó, és ezért talán nem is lett annyira felkapott kötet, mint a sorozat előző két része, Steinemmának a kőbölcsője, vagy Angela Murinainak, amikor feltámad a szél című kötete, és emiatt tényleg egy kicsit sajnáltam, hogy nem beszéltek róla annyian, nem kapott igazából elég promóciót, pedig szerintem egy nagyon izgalmas kötetről van szó, hiszen a szerzőnő gyakorlatilag a saját élettörténetét írta meg, tehát valamilyen szinten memoárként, visszaemlékezésként is lehet erre tekinteni, hiszen nem csak a saját kálváriáját mutatja be, hogy hogyan csatlakozik fiatalként ehhez a közösséghez, hanem hogy hogyan taszítják ki onnan, és aztán milyen sorsot kap a fia azáltal, hogy bekerül ebbe a közösségbe, és Indiába utazik egy zarándok útra, ahonnan eléggé meggyötörten és lelkileg labilisan tér vissza. Igazából egy anya-fia kapcsolat rajzolódik ki ebből a kötetből, és megismerjük azokat a helyzeteket, amiket a közösséghez tartozás, illetve kitaszítottság ad ennek a főszereplő nőnek, illetve a fiainak, hiszen két fia van, és aztán párkapcsolatba is kerül, az anyja például benne marad ebben a Krisna tudatú közösségben, és ott él Krisna völgyben, és látni azt, hogy tényleg milyen küzdelmes ez az egész
helyzet, amibe belekeveredett a főhősnőnk, és hogyan tudja tényleg kezelni ezeket a furábbnál furább szituációkat. Valamilyen szinten ez kritikája a Krisna közösségnek, de ez évtizedekkel ezelőtti eseménysor. Tehát nem lehet a mai helyzetre rávetíteni ezeket, és talán ezért is fogadta kétkedve a Krisna tudatú közösség ezt a könyvet. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten a szerzőnő a saját sérelmeit, illetve a saját lelki vívódásait próbálta ebben a könyvben feldolgozni, egy picit magának is megmagyarázni. Nagyon-nagyon nyomasztó volt sok helyen ez a kötet, nagyon sokszor nem értettem egyet a főhősnő döntésével, nagyon sajnáltam a fiát, őt magát is nagyon sajnáltam, tehát több ponton is megrázónak éreztem ezt a kötetet, bár olvasmányos volt, de azért elég sokszor ugráltunk az időben, ez is nekem egy picit zavaró volt, hogy mindig meg kellett találni azt a pontot, amihez tudtam igazodni, hogy most akkor hol is vagyunk, miért is ezt a helyzetet mutatja be a szerzőnő, úgyhogy én végül 4,5 csillagot adtam ennek a kötetnek, mert egy nagyon izgalmas és érdekes világot tárt elém ezáltal a könyv által, úgyhogy aki kíváncsi valamennyire a Krisna tudatú közösségre, illetve az ő életükre, azoknak feltétlenül ajánlom ezt a kötetet, nagyon megkapó egyébként a borítója is, és én tényleg őszintén kíváncsi voltam erre a történetre, és valamilyen szinten nem is csalódtam benne, viszont nem valószínű, hogy valaha is újraolvasnám, mert tényleg egy kicsit nyomasztó és egy picit borús, komor hangvételű történet. Van szó. A hónapom harmadik olvasmánya Mariah Carey legújabb mesekönyve a The Christmas Princess, amelyet társszerzőjével Michelangelo Davis-szel alkotott meg, és a kötetet Fuji Takashi illusztrálta. Ez egy 48 oldalas kis mesekönyv, amelyben a kis Mariah életét és az ő kis problémáit mutatja be, hiszen őt bántják a szomszéd gyerekek, és aztán elkeveredik a sűrű erdőbe, ahol végül angyalokkal találkozik, tündérekkel, és megtalálja a saját békéjét, és aztán hogy jut vissza a családjához, és hogyan teszi boldoggá a hangjával és az énekével a körülötte lévőket. Egy nagyon bájos, nagyon kedves és tényleg szórakoztató kis kötetről van szó. Én nagy rajongója vagyok Mariah Careynek, tehát számomra ez egy kihagyhatatlan vásárlás volt, úgyhogy a Book Depository-ról rendeltem meg, és tényleg a világpremiérrel egy időben szinte egy-két nap csúszással már a kezemben foghattam ezt a kötetet, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a polcomon tudhatom. Bízom benne, hogy majd egyszer magyarul is olvashatom ezt a kedves kis történetet. Természetesen 5 csillagot adtam neki molyon. A hónapom negyedik olvasmánya az őszrégi kihívásomhoz csatlakozott, hiszen egy olyan kötetet olvastam, amelynek címében szerepelt az egyik őszi hónap, ez pedig nem volt más, mint Colin Hoovertől a november 9-e. Ez a kötet a Könyvmoly Képző kiadónál jelent meg néhány évvel ezelőtt, és már a megjelenése után a polcomra került, hiszen a feleségem megvásárolta magának, el is olvasta azon nyomban. Viszont neki sem tetszett ez a kötet annyira, mint a Velünk véget ért című Kohó kötet, de én úgy gondoltam, hogy most a kihívásomhoz mindenképpen adok neki egy esélyt, elolvasom, és akkor én is el tudom róla mondani a véleményemet. Ebben a történetben egy fiatal pár kapcsolatát követhetjük nyomon, egy fiú, aki írópalánta, és egy lány, aki színésznő szeretne lenni, de súlyos égési sérüléseket szenved, és így már nem lesz színpadképes a megjelenése, és egy szorongó befelé forduló lány válik belőle. Az ő hihetetlen és véletlenszerű találkozásuk november 9-én esik meg, és innentől kezdve további éveken keresztül minden évben ezen az egy napon november 9-én találkoznak, és természetesen egymásba gabajodnak, szerelembe esnek egymás iránt. Egy nagyon érdekes és lassan kibontakozó történetről van szó. Nagyon olvasmányos a könyv, jól lehet vele haladni, de nagyon könnyen kitalálható a végkifejlet, hiszen nagyon kevés szereplővel operál ez a történet, és innentől fogva tényleg az ő vívódásuk és az, hogy várható valami csavar, valami csattanó, valami izgalmas fordulat, ezért számomra ez így nagyon könnyen kitalálható volt, úgyhogy 4 csillagot adtam neki, és sokkal gyengébbnek tartom ezt a kötetet, mint a Velünk véget ért című Kohó könyvet. Biztos, hogy fogok még a szerzőnőtől olvasni, de most egy ideig szerintem félreteszem a vele való ismerkedésemet, mert ez a könyv egy kicsit visszavetette a lelkesedésemet vele kapcsolatban. Bár tudom, hogy minden kötete egy picit más, és mindig másfajta témát kerülget benne, nekem ez most nem nyerte el annyira a tetszésemet, mindazonáltal nem bántam meg, hogy megismertem ezt a kötetet, hiszen minden évben, ha nézitek a Mojon, november 9-e körül ez a könyv újra és újra a sikerlistákra kúszik föl, hiszen nagyon sokan szeretik ezen a dátumon olvasni ezt a könyvet. Én magam egyébként pont november 9-én fejeztem be a könyv olvasását.
A hónapom 5. olvasmánya egy ifjúsági kötet volt, amely a Kolibri kiadó Point of View sorozatában jelent meg, ez pedig nem volt más, mint Ecsédi Orsolyától a Juli vagyok könyv moly. Ez a kötet nagyon sokszor jött már velem szembe az utóbbi időbe, hiszen sok booktuber olvasta már, méltatta is ezt a kötetet, és én sem akartam kimaradni a jóból, hiszen egy könyvmolynak mi is lehetne jobb olvasmány így ősz idején, mint egy könyvmolyról szóló kötet. Ebben az én elbeszélős kötetben megismerhetjük Julit, a könyvmolyt, aki imád antikváriumokba járni, és leginkább a könyvekben szereplő férfi főhősökbe szeret bele. Egy alkalommal egy nagyon izgalmas és érdekes antikváriumba keveredik el, ahol egy piros borítós kötet kerül a kezébe, amelynek segítségével találkozni tud öt világirodalmi férfi alakkal. Mindegyik találkozásból leszűr magának valamilyen következtetést, hogy ő mégis milyen férfira vágyik, és ki az igazi tökéletes partner a számára. Nekem azért lett végül nem 5 csillag ez a kötet, hanem csak 4,5, mert a második találkozás után eléggé kiszámíthatóvá vált a történet, hiszen tudva levő volt, hogy egy újabb férfi fog következni, aki ugyanúgy csalódást okoz neki, és ugyanúgy leszűri a maga kis következtetéseit, hogy miért nem ő a megfelelő partner a számára. Ami meglepetés volt az az, hogy milyen férfiakat választott a szerzőnő, melyek azok a férfi alakok, amelyek valamilyen szinten valószínűleg rá is hatással voltak, és persze Julira is. A kötet végére természetesen egy igazi húsvér fiúval kerül kapcsolatba Juli, akivel végül el tud menni a farsangi táncmulatságra. Én mindazonáltal nagyon szerettem ezt a történetet, mert rendkívül jó humorral és lendületesen lett megírva. Egy percig nem unatkoztam rajta, de azt gondolom, hogy az igazi célközönség az ugye 12-15 éves korosztály környékén kereshető, úgyhogy nekik nagyon jó szívvel ajánlom, illetve minden könyvmolynak, hiszen tényleg ez egy nagyon kedves szívmelengető történet. Régóta tartogattam már a következő olvasmányomat, mely a 21. század kiadó egyik keménytáblás thrillere, Sarah Pierce-től a Szanatórium. Erre a könyvre még akkor figyeltem föl, amikor Reese Witherspoon beválogatta a saját könyvklubjába, és megtudtuk, hogy a 21. század kiadó elhozza majd nekünk ezt a kötetet. Akkor én már kinéztem magamnak ezt a könyvet, viszont ahogy megszereztem, utána még jó sokáig tartogattam magamnak, viszont nem bántam meg, hogy végre sorra kerítettem és elolvastam, hiszen egy nagyon jó lendületű és nagyon izgalmas kötetet kaptam, amelyre végül 4,5 csillagot adtam. A történet a svájci havas Alpokban játszódik, ahol egy szanatóriumból hotellé alakított épületben szorul jó néhány vendég, ugyanis egy hóvihar elzárja őket a külvilágtól. Rejtélyes eltűnések, halálesetek történnek, és éppen itt tartózkodik Elin Wagner nyomozó, aki éppen a felfüggesztését tölti, viszont mivel nem tudják megközelíteni a helyszínt az ottani rendőrök, ezért Elin Wagner kezd a nyomozásba, és ő kezdi felgöngyölíteni azt az ügyet, amely évekre, évtizedekre nyúlik vissza. Nekem rendkívüli módon tetszett ez a történet, hiszen az atmoszféra teremtése egyszerűen zseniális, az első oldalaktól kezdve beszippantott a regény, és tényleg az, hogy elzártan egy nagyon furcsa helyszínen történnek az események, halálesetek, eltűnések, ez tényleg nagyon borzongatóvá és feszülté tette az olvasmányt, úgyhogy én faltam a lapokat, nagyon-nagyon jó könyvnek tartom, végül nem adtam rá 5 csillagot, csak 4,5, picit a karakterábrázolásokkal voltak gondjaim, tehát leginkább a cselekményre és a múltra fókuszáltunk, valamint tényleg a hangulatteremtésre, de maguk a szereplők nem kerültek közel hozzám, még a nyomozónő sem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen első könyves hiba lehet, hogy nem igazán tette szerethetővé a karaktereket az írónő. Én bízom benne, hogy majd a második kötete ennél már erősebb lesz ebből a szempontból, de nagyon-nagyon tudom ajánlani a thriller rajongóknak ezt a kötetet, mert egy gyorsan kipörgethető, izgalmas és végig feszült hangulatú thrillert kaphat a kezébe az olvasó. A hónapom következő olvasmánya egy pocket zsebkönyv volt, mégpedig a magyar dalszövegeket tartalmazó gyűjtemény, amelybe az 1960-as évektől napjainkig találhatunk dalszövegeket, és képekkel illusztrált egyébként a kötet, hiszen némely előadóról koncert helyszínen készített fotók láthatók. És tényleg ezek olyan dalok, amelyeket nagyrészt azért koncertszínpadokon is hallhatunk, és ez egy önkényes válogatás, tehát nyilván a szerkesztők döntötték el, hogy milyen dalok kerüljenek ebbe a válogatásba, és várható, hogy lesz ennek folytatása, hogyha ez sikeres lesz, márpedig én azt gondolom, hogy miért is ne lenne sikeres, amikor olyan előadóknak, illetve dalszerzőknek vannak benne szerzeményei, mint Balázs Fecó, Demjén Ferenc, a 30Y, a Queen Bee,
De tényleg sorolhatnám, jobbnál jobb dalszövegekről van szó, és óhatatlan, hogy az ember ezt a kezébe fogva ne dúdolja az adott dalszöveget, amit éppen olvas. Még Spotify listát is készítettek a poketesek ehhez a kötethez, tehát nem csak olvasni, hanem hallgatni is lehet ezeket a szerzeményeket. Én azt gondolom, ez egy zseniális kezdeményezés, és én biztos, hogy vevő leszek a következő kötetre is. Erre a könyvre most 4,5 csillagot adtam, nekem azért voltak benne olyan dalszövegek, amiket tudtam volna nélkülözni. A hónapom következő olvasmánya a csatornám november havi közös könyve volt Kazuo Ishigurótól, a Klára és a nap. Erről a kötetről élő kibeszélő is készült a csatornámra, úgyhogy ezt belinkelem és meg tudjátok nézni, ha még esetleg nem volt hozzá szerencsétek. Itt egy órán keresztül beszélek erről a könyvről, egyedül vittem ezt az élőt, és fél óráig spoilermentesen, fél óráig pedig spoileresen elemzem ezt a skifit, amely egy disztópikus történet, amelynek az én elbeszélője Clara, egy robotbarát, akit azért fejlesztettek ki, hogy tinédzser fiataloknak az életét segítse. Kiválasztják őt a boltban, és egy Josie nevű lányhoz kerül, akinek a barátja lesz, és az ő életét is követhetjük nyomon ebben a kötetben, illetve az ő édesanyjáét. És természetesen vannak még más szereplők, de leginkább az anya és a lánya, valamint a robotbarát kapcsolata az, ami kirajzolódik ebből a disztópikus történetből. Én egyébként megmondom őszintén, hogy nagyon szerettem ezt a könyvet, kicsit ugyan lassúnak tartottam, úgyhogy 4,5 csillagot adtam végül neki molyon, mert szerintem ezt sokkal pergőbbre és sokkal feszesebbre is meg lehetett volna írni, de szerintem ahogy Ishiguro ír, az lenyűgöző, és nem véletlenül kapott irodalmi Nobel-díjat 2017-ben, úgyhogy aki bővebb információkat szeretné erről a könyvről kapni, az inkább az élő kibeszélőt nézze meg, hiszen ott nagyon sok minden plusz információt is elmondok a könyvvel kapcsolatban. A következő olvasmányom egy mesekönyv volt, amelyet nem csak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is tudok ajánlani, ez pedig James Norbury-től az Utazás. A Nagy Panda és Kicsi Sárkány című kötet már megjelent a 21. század kiadónál, és ez annak a kötetnek valamilyen szinten a folytatása. Ebben a történetben egy utazást követhetünk nyomon, hiszen a kicsi sárkány valamilyen szinten nem érzi jól magát a bőrében, és válaszokat akar, és szeretné tudni, hogy mi is hiányzik neki igazán. Nagy Panda tanácsára elindulnak egy utazásra, ami rendkívül kalandos, izgalmas, és természetesen sok meglepetést is tartogat. A kötet végére valamilyen szinten választ kap a kicsi sárkány arra, hogy ő mit is keres az életben, vagy mi hiányzik neki az életéből, és ezen az utazáson keresztül mi is jó pár kérdést föltehetünk saját magunknak, a saját életünkkel kapcsolatban. Ez megint egy olyan tanító, léleksimogató történet, amelyet tényleg kicsiknek, nagyoknak egyaránt tudok ajánlani. Csodálatos a kiadvány maga, rendkívül szépek az illusztrációk, maga a szerző illusztrálta egyébként már az előző és a mostani kötetet is, és azt kell mondjam, hogy ha az előző kötetet 5 csillagra értékeltem, akkor ezt akár 6-ra is tudnám, mert hogy még sokkal jobban tetszett, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom. Én nagyon-nagyon szerettem, és biztos, hogy újra elő fogom venni nem csak ezt, hanem az előző kötetet is. A hónapom utolsó előtti olvasmánya egy Agatha Christie novellás kötet volt, a Mr. Quinn. Ez az Európa kiadós kötet jelenleg kereskedelmi forgalomban nem kapható, és a Helikon sem adta még ki az új Agatha Christie puha táblás sorozatában ezt a kiadványt, úgyhogy egy igazi kis kuriózumnak számít. Ez a kötet 2011-ben jelent egyébként meg, és akkor én, amikor megjelent, elolvastam, azóta viszont nem vettem elő. Most az Agatha Christie sorban olvasásomnak a 14. köteteként került a kezembe, illetve a Kecskeméti Könyvklubunknak a november havi témája Agatha Christie volt, és e kapcsán is olvastam ezt a történetet. A Mr. Quinn történetek 1930-ban láttak napvilágot egy közös kötetben, ugyanis ezeket a történeteket Agatha Christie folyóiratokban jelentette meg körülbelül 2-3 havonta, és a 14 történetből igazából 12 került be az eredeti kiadványba, és 2-t későbbi kiadások során csapták hozzá, ugyanis azokat valamivel később írta meg a szerzőnő, de igazából így teljes ez a gyűjtemény, hiszen ebben megtalálható az összes Mr. Quinn novella. A történetek főszereplői Mr. Harley Quinn és Mr. Satterthwaite, akik Agatha Christie kedvenc karaktereiként maradtak fenn az önéletrajza szerint, ugyanis ezeket a novellákat kedvtelésből írta meg Agatha Christie, nem nyomásra, nem kellett határidőre, és ezért mindegyik történet valamilyen szinten a kedvére való volt. Bizony ezekben a történetekben Mr. Quinn hol eltűnik, hol feltűnik, és segít Mr. Satterthwaite-nek kinyomozni különféle szerelmi bűnügyeket, titkokat, rejtélyeket.
A 60-as aggasztján az, aki igazából felgöngyölíti az ügyeket, Mr. Quinn pedig csak jön, kérdéseket tesz föl, utalásokat tesz, és ezzel segíti úgymond a barátját. Nekem ezek a történetek nem annyira tetszettek, 3,5 csillagot adtam erre a kötetre, némelyik történet nekem kevésbé volt izgalmas, nem igazán tudtam közel kerülni a főhősökhöz, túl gyorsan vége lett a novellák nagy részének. Én azt szeretem, amikor Agatha Christie hosszan ír, hosszú leírásai vannak, jól megmutatja a karaktereit, és jól kirajzolja az ők motivációit, illetve cselekedeteit. Úgyhogy emiatt bennem maradt hiányérzet, és nem igazán lesz kedvencem ez a kötet. Már első olvasásra se voltam odáig érte, és bizonyára ezért tologattam azt, hogy ezt most elolvassam. De most már túl vagyok rajta, és azért volt egy-két történet, ami tetszett, volt, aminek emlékeztem is a végére. Nem lesz a kedvencem sem Mr. Quinn, sem Mr. Satterthwaite, nem fogok most velük találkozni szerintem jó ideig, hiszen az életműben máshol nem tűnnek föl, úgyhogy letudtam ezt a kötetet is, és hamarosan érkezem az Agatha Christie sorban olvasás második videójával, ahol a 8-tól 14-ig tartó kötetekről fogok külön-külön is részletesen beszélni. Novemberem utolsó olvasmánya egy pocket zsebkönyv volt, mégpedig a Fénytörésben című válogatás kötet, amely kortárs magyar Balaton alcímmel jelent meg Asztalos Emese szerkesztésében. A kötet megjelenésének apropója egyébként az, hogy Veszprém, illetve a Balaton Európa kulturális fővárosa lesz 2023-ban. Ebben a kötetben kortárs versek és novellák találhatók, amelyek nem igazán úgy illeszkednek a Balaton témaköréhez, ahogy én azt gondoltam volna. Voltak benne kifejezetten számomra taszító történetek is, viszont Harag Anita és Grecsó Krisztián novellái nagyon elnyerték a tetszésemet, úgyhogy már csak emiatt a kettő miatt is érdemes volt kézbe venni ezt a kötetet, amire én végül 3,5 csillagot adtam Mojon, és azt gondolom, hogy Balaton imádóknak szinte kötelező elolvasni ezt a gyűjteményt, amiből egyébként már készült a Pocketnél egy hasonló, Ugron Zsolna szerkesztésében a Kisdett tenger című gyűjtemény. Az is a polcomon van, de valamiért ez vonzott jobban, és ezt olvastam el előbb, de mindenképpen sort fogok keríteni arra a másik kötetre is a közeljövőben. Nos, ez a 12 kötet került a kezembe 2022. novemberében. Én kíváncsi vagyok, hogy ti olvastatok-e már ezek közül valamit, és ha igen, akkor hogy tetszettek, illetve vannak-e olyan kötetek, amelyekre most hívtam fel a figyelmeteket, és szívesen elolvasnátok a jövőben. Írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hozzászólásotokra. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezúttal is könyvelem, sziasztok!